egyforma, vagy tájékoztatáson nélkül, okmányok, indító kulcsolok nélkül. Napokig azt sem tudtam, hogy hol van az autóm. De miért nem? Tizetőről? Felmondták a fix törlesztőviteli devizakölcsönömet. Az én tulajdonomban van az autó, 8 éve fizettem. 5 év után mindenféle opciósóval lejár a bank az autó felett. Szeptemberi törlesztő részleten megfizetése után október 2-án felmondták a szerződést. 28 ezer forintos utatott árfolyam különbözött és egyéb költségek. Utattunk, behajtással elhelyezték az összeget az autó, akármi behajtó, tehát harmadik személynek kiadott, a harmadik cégnek kiadták az adataimat, ők zaklattak, kerestek, és január 3-án el is tulajdonították az autómat. Télre föltették és elvitték. És akkor most az lett volna, hogy el akartad vinni? Most igen, jöttem volna az autómért. A lakásomban említettem, hogy benne voltak lakáskulcsok, személyes dolgaim, illatai benne voltak az autóba. Ezekhez is ugye most jutottam hozzá. Egy általuk küldött levéllel jöttem be, amin felszóltanak, hogy jöjjek bele adni a kulcsokat és a forgalmi engedélyt. Én ezt nyilván nem fogom megtenni, mert ennyi a gépjármű. És akkor most milyen megoldás? Szeretem volna rávonni az autómat, de akkor most pereskedni fogok. Nem engedik az autót elvinni, nem a személyes valamit azt felvisszük most az autóból. Rendőrség nem tudott intézkedni az ügyben, nem engedtek ki az autóval. A rendőrség megint teszett osza, ahogy lenni szokott. Ugyanis az autó azért, akinek a neve belene van a forgalmiba, így van. Ő viheti. És a rendőrség nem intézkedett. Nem hanem pénzt, a pénzem van a vita. Bírósági úton lehet behajtani az autóját. Tehát csak bírósági úton lehet behajtani, bírósági végzés meg nincs. Mindenképpen. És 28 ezer forintért bírás, bíróságban menni 8 év normális fizetés után az én fogtam magam, és voltam olyan bátor, hogy ismertem a jogaimat. Azt mondtam, hogy ez az autó az enyém, én 8 éve fizettem, amit felvettem hitelösszeget. Én ezt 8 év alatt már ki is fizettem nekik. Ne levegyék el azt, ami az enyém. Ne lopják el, ne lehetetlenítsék el a munkámat, mert ez nekem munkaeszköröz. Ez nonsense, ami folyik. Ismételtem felhívtam a dolgozóinak a figyelmét, hogy a tároló területükön lopott autó van, államilag intézményesen ellopott autó, ez az autó nem értékesíthető, mert bírósági úton lesz a jogi érvényesítés végrehajtva.